kezdve a Pioneer Nemzeti Parkban, egy fél órás, 5 perces regisztráció után ismét buszra szállunk, hogy 4 kilométert köszögjünk a partnak a lábához, és onnan majd indul a 30 kilométeres napi túra. Négy órája túrázunk. Nem megyek el, ne izgulj, nem megyek el. És nem is veszem fel Pistit pisilés közben. Az időjárás az nagyon jó, bár szeles. Igen, Patagóniának megfelelő, hihetetlen kilátás. Bár mindenhol minket. Fél óra gyalogás után ideértünk az első kempinghez, ami szerintem látszik is mögöttem. Ez a Seron Camping. Elméletileg ez be kellene legyen zárva, ám nincs. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy a mai éjszakát végül is itt töltjük, és akkor majd holnap egy hosszabb túrát teszünk, körülbelül 35 kilométert a következő kempingig, amit úgy hívnak, hogy Los Perros. Eddigi tapasztalatok az útvonal során az időjárás az relatív gyorsan változik, szelesről naposra, borúsra és esőse, jelenleg most is csepereg egy kicsit, de kb. Ennyi. Ahhoz képest, hogy a téli hónapokat fogjuk kezdeni, relatív meleg van, és relatív jó idő, reméljük azt is, hogy a következő pár napban ugyanilyen lesz az időjárás. Reggel 7 óra van. Egy gyors reggelizés, és utána 8 körül tovább megyünk. Reggel 8.30 van, és neki indulunk nem sokára a mai 35 kilométeres távunknak. Egyelőre az időjárás jónak néz ki. Az éjszaka fárasztó volt, sokat nem aludtunk. A legnagyobb tanulság az, hogy soha ne tedd más sátrak közelségébe a tiédet, mert mindenki horkol, mindenki mozog, mindenki forgolódik. Hideg is volt, úgyhogy reméljük ezekből tanulva következő éjszaka sokkal jobban fog telni, és sokkal többet fogunk aludni. De hát akkor induljunk is. Stay. Don't you know that my love is true? Let's make things right. I understand what you're going through. Stay one more night, and I know that it's not too late. Let's make things right. You just have to believe in fate. Után idejöttünk a Dixon campingbe, most pihenünk egy órát, kajáltunk egyet, aztán négy óra gyaloglás vár ránk a Los Perrosba. A nap eddig elég fárasztó, kicsit esett, de most süt a nap megint. István, elmondod, hogy érzed magad? Jó. Nem láttunk pumát még. De hogy láttál. Csak puma szar volt. Lovat láttunk. Ez mindenhol van.
Nem akarod elmondani, hogy mennyire felháborít az, hogy 6 amerikainak 7 hordára van. És akarok rágondolni. Greg Glatchert látjuk Istivel az előtérben, ahogy mosolyog. A 35 km menetelés után nem. Közel 11 óra menetelés. Után sötétedés után megérkeztünk a mai éjszakai szállásunkra, a Los Perros campingre. Mindketten elég fáradtak vagyunk, és nem sokára összedobunk egy jó kis vacsorát, ami egy jó reg zacskós leves, forralt víz à la chef, és azon kb. Ennyi csoki kimarad, azt megettük az összeset. Tusolás nincs már második napja, mert nincs víz, úgyhogy mindketten elég jó illatúak vagyunk, csak fogalmazunk így. Holnap reggel remélhetőleg korán fel tudunk kelni. Csinálunk pár fotót, videót a Gletscherről, a közeli Gletscherről, a Grey Gletscherről. Aztán majd később délután megyünk tovább egy erős emelkedővel. Reggel 7:30 van. És ahogy látszik, az éjjel havazott. Úgyhogy nem volt valami meleg. 4 réteggel felöltöztünk, úgyhogy így nem volt probléma. Továbbra is folytatódik a havazás. Most azon gondolkozom, hogy kelje fel, vagy menjek-e vissza aludni. Paso nevű kempingből tartok a Grey nevű kempingfele, mely hát szerintem az össze eddigi
az összes eddigi útvonal közül a úgymond kiépítettebb. Nagyon sok mesterséges lépcsőt hoztak létre az útvonal során. Emlékeim szerint 3. Lengőhíd is van, de attól függetlenül nem egy teljesen egyszerű útvonal. Melegvizes tusoló, rendes konyha, és kihasználjuk ennek minden egyes lehetőségét. Most itt hagyjuk ezt a luxus kempinget, megyünk tovább a következő kempingbe, mert körülbelül 4 óra túrázás után fogunk elérni. Az időjárás kezdett egyre jobb lenni, reméljük felmelegszik egy kicsit, és a következő kempingben is ugyanolyan körülmények várnak legalább, mint majd ebben. Sátorozni, az foglalhat a szobákat, meg szokósosabb áron, és persze, és egyébként látszik mögöttem. Holnap reggel itt töltjük az időt, pihenünk, aztán holnap is mit eszünk ma? Na, kellett szépen sope paradino. Azt a mindenit. És portálta. Tudunk élni. Én egy zacskos kukorica krémleves tolok. Találtam egy kettőt. Aha. Utolsó előtti napunkhoz értünk. Reggel 9:30 van. És elindultunk a következő kempinghely fele, Chileno kemping fele, mely 13 kilométerre van az előzőtől. Elméletileg vár majd ránk meleg, főtt kaja. Reméljük, hogy ez így is lesz. Reggeli, ebéd, vacsora, mind meleg főtt étel. Kihagyhatjuk a főtt tésztát, meg az abot. Megérkeztünk az El Chileno kempingbe. Körülbelül 5 és fél órát gyalogoltunk.
ez volt az eddigi utak közül a legnehezebb, de egyben látvány szempontjából a legkielégítőbb útvonal is. Hátul mögöttem látszik a menedékház, és oldalt, a domboldalba pedig vannak a különböző lépcsők, amire a sátrakat fel lehet majd verni. Most 7 órától lesz majd vacsora, majd reggel 7.30-tól ismét reggeli, és kapunk útravalót, ebédet, majd 1.30-ra kell holnap odaérjünk a buszhoz, irány vissza, Puerto Natales. Hat nappal és 110 kilométerrel később újra itt vagyunk, ahonnan elindultunk a Torres-tel a Pioneer Nemzeti Park bejáratánál, és indulunk haza. Kihívásokkal teli 6 nap volt, főleg az elején kaptunk, ahogy említettem a videóban, napsütéstől esőig egészen hóviharig mindent, felejthetetlen élmény. A következő alkalommal majd Valparaísóból fogom jelentkezni. Addig is, sziasztok!